Sikerként értékelték az ellenzéki képviselők az MTVA székházban töltött napjukat, annak ellenére is, hogy nem sikerült beolvasni a követeléseiket, mert így is sikerült sok ember tudtára adni, hogy milyen botrányos törvényt fogadtak el. Vendégünk Tordai Bence. Na kezdjük ezzel, hogy miért jöttek ki azok a képviselők, akik mielőtt kijöttek, előtte mintegy fél órával itt az Egyenes Beszédben egy élő Skype kapcsolásban, azt mondták, hogy már pedig innen mi ki nem jövünk, ki sem tudnak minket vinni. Jó, hát a rendőrök nyilván ki tudták volna vinni őket. Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, jó estét! Jó estét! Miért jöttek ki? Azért, mert így határozott a bent lévők többsége. Amiről először döntöttünk, az az, hogy akármi lesz is a többségi álláspont, együtt maradunk. És szerintem ez fontosabb a magánál, a döntés tartalmánál. Tehát az, hogy az egységesen cselekvő ellenzék, mint olyan fennmaradjon, az a tegnapi napon is elsődleges cél volt, és elsődleges szempont volt. Ehhez képest, hogy abban a padhelyzetben meddig maradunk, vagy meddig várunk oda bent, az szerintem nem annyira fontos kérdés. Én magam egyébként azt gondoltam, hogy maradni kell. Meddig? De kisebbségben maradtam ezzel az állásponttal. Mert ugye a padhelyzet az arról is szólt ott az adott szituációban, hogyha nem jönnek vissza a rendőrök, hogy a jegyző, a harmadik kerületi jegyző határozatát végrehajtva birtokvédelmet adjanak az MTVA-nak, és önöket kivezessék, vagy erőszakkal kivigyék. Tehát ha nem jönnek vissza, akkor ott maradhatnak akár karácsony utánig. Ezt nagyon sokszor hallottam, de az a helyzet, hogy ellentétben az ott lévők többségével én sok hasonló foglalásban voltam már benne, és az az alapszabály, hogy nem megyünk ki, és előbb-utóbb úgy is kivisznek. Egyébként már érzékeltem rajtuk az idegességet, és ők is készültek valamire. Szerintem órákon belül mégiscsak megjelent volna a karhatalom, miközben teljesen nyilvánvaló volt, hogy az egyéb törvénysértések mellett az lett volna a következő, amiben végül is belekezdtek, hogy egy jegyzői végzésre határozva korlátozzák a törvényben garantált jogainkat. Tehát elég egyértelmű, hogy a két jogszabály között melyik a magasabb rendű. Túl vagyunk rajta, tehát még véletlenül sem tűnik, hogy mondjam, uszításnak a kérdés. Nem jártak volna jobban, nem lett volna hatásosabb, hogyha azt látja kint lévő tömeg, hogy kihurcolják a képviselőiket a parlamentből, az MTVA székházából a rendőrök? De igen. És megérte az a volna, helyzet, vagy nem? Tehát hozott volna politikai hasznot, vagy azt lehetett volna mondani, hogy na még egy balhéval több. Ez biztos, hogy mindannyiunknak jobb lett volna itt ezen az oldalon, a nép többségének az oldalán állók számára. Mindegy, az is erős volt, ahogy kijöttünk, és ahogy nagyon nagy szeretettel üdvözöltek minket, és mindenki egy nagyon rövid és nagyon célra törő beszédet mondott, és mindenkit nagy üdvrivalgást fogadott. Az viszont látszik, hogy a Fidesz stratégiát váltott. Tehát Kövér László példát akar statuálni rajtunk, durván meg akar büntetni. Ez a nagy lendület, ez megakadt, és ugyanúgy szerintem azért is bizonytalanodtak el tegnap este, mert hogyha kihurcolnak minket, akkor megint csak mártírt csinálnak belőlünk. Ha durván megbüntetnek, megint csak mártírt csinálnak belőlünk. Orbán Viktor és a tanácsadói rájöttek, hogy nem az a helyes út az ő nézőpontjukban, amit Kövér László első idegességében kitalált, vagy amit mondjuk a kicsit felhergett biztonsági őrök gondoltak, hanem hagyni kell ezt elülni, nekünk pedig nyilvánvalóan az a célunk, hogy ez ne ülhessen el. Ha vannak egy ügynek mártírjai, akár ha csak úgy válnak mártírrá, hogy kicsit megrángatják őket, vagy kicipelik őket akaratuknál fogva, az egy új erőt ad a tiltakozásnak. Enélkül is fenn lehet tartani, és meg lehet erősíteni ezt a tiltakozási hullámot. Lehet szervezetet adni, vagy új erőt adni ennek az új ellenzéknek. Most ezen dolgozunk, nem tették alánk a lovat, maradjunk. Mit csináltak volna, hogyha egy normális országnak megfelelő reagálást kapnak az MTVA vezetésétől? Bementek a parlamenti képviselők, leültetik önöket, lejön egy szerkesztő, megbeszélik a formáját, módját annak, hogy ezt hogy fogják valamelyik hírműsorban beolvasni, mint az országgyűlési képviselők egy csoportjának követelését, és akkor elmehetnek haza. Ugye egy normális országban nem úgy kell bemenni a képviselő jogosítványunkra hivatkozva a köztévébe, hanem meghívnak minket. Mondjuk én például nem jártam. Jó, de azért nem fogják soha meghívni egy petíciót, nem hozna magával, Tordai úr. De tehát ha ilyen biztos nem lesz. Rendszeresen, tehát ha mondjuk a legnagyobb ellenzéki pártok vezetői nem több havonta fordulnának elő a köztévében, akkor nyílna alkalmuk akár felolvasni egy petíciót, és egyébként ezt a petíciót sikeresen felolvasták kormánypárti médiában. Bárány Balázs volt az MSZP elnökségi tagja, aki az Echo TV-ben mind az öt pontot szépen végigmondta. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy siker, és azt hiszem, hogy
attól függetlenül, hogy a köztévé leadta-e vagy sem ezeket a követeléseket, az összes többi komolyan vehető médiumban ez megjelent, tehát nagyságrendekkel komolyabb elérésünk volt annál, mint hogyha ott akkor pláne valami senki által nem nézett idősávban ezt be lehetett volna olvasni. Én azt gondolom, hogy önnek köszönhető az, hogy egy újfajta kommunikációs forma kezdetét vette a magyar belpolitikai életben. Ugye Facebook live-okat eddig is használtak közszereplők, politikusok is, nagyon rövid közlendőiket elmondták, hogy hova mennek lakossági fórumra, néha bejelentkeztek, megmutatták, milyen sokan vannak ott, és mindenki milyen lelkes. Ön, amit elkezdett a parlamentben, azon a bizonyos múlt szerdai ülésen, az egy új formája volt a Facebookos közvetítésnek. Gyakorlatilag televíziózott, riportot készített, beszámolt, tudósított, mutatott, amit televíziók nem is tudtak volna. Majd jött most ez a MTVS történet, ahol a különböző képviselők különböző szituációkból, néha egészen drámai helyzetben élőben közvetítették, hogy mi történik velük. Teljesen felülírva azt a fajta politikai kommunikációt, ami eddig volt. Ez mennyire tudatosan alakult így, és mennyire volt spontán az, ami ott elkezdődött a parlamenti ülésteremben, és folytatódott itt az MTV-ában. Kitalálták, vagy jött? Teljesen tudatos volt, erre a kényszer szorít rá minket, tehát szerintem a képviselő felelősségnek most már része az is, hogyha valódi médiát nem engedik be az ülésterembe, hogyha az egyetlen kamera, ami tudósít, az Kövér László irányítása alatt áll, akkor fogjuk a kis telefonunkat, oda megyünk, és amit nem mutatnak a központi közvetítésben, azt megmutatjuk testközelben a nézőknek. Nyilván ez egy kicsit más műfaj valóban, de egyszerűen nem csinálok más, mint hallgatok azokra, akik értenek ehhez, azt mondják, hogy hát egy ilyen élőadás akkor ér el sok emberhez, hogyha sokáig tart. Ráadásul ezeket az eseményeket úgy gondoltam, hogy az elejétől a végéig érdemes közvetíteni, hiszen percről percre, óráról órára új fordulatok voltak. És ha pedig már közvetítünk, akkor nem fulladhat ez unalomba, akkor nyilván kell tartalom, akkor kell valami konfliktus. Amúgy is, hát nem vagyunk jó barátságban Orbán Viktorral és pattársaival, úgyhogy adta magát a helyzet, hogy azokat a vitákat, amiket egyébként a parlamentben már nem lehet lefolytatni, mert azt mondja rá, hogy boldog karácsony, bármit vetünk fel, azokat a vitákat megpróbáljuk ilyen körülmények között folytatni, és úgy tűnik, hogy ez sokaknak a tetszését elnyerte. Kicsit igen, műfajteremtő ez a hosszabb lélegzetű, az a szerdai ülésnapon azt hiszem összesen 4 órás videó, fel kellett rá készülni, volt nálam selfie-bot, 2 feltöltött telefon, egy powerbank, és még így is lemerült az egyik telefonom, de mára ezek a videók 2,4 millió emberhez értek el a Facebookon keresztül. Hát és ami történt tegnap az MTV a székházban, szerintem nagyjából az is, mert hát volt olyan élő közvetítés, amit jelen idejűleg több mint 40 ezeren látok szélben egyik közvetítése, igen, például ilyen volt. Azt gondolhatom, hogy az ellenzék ezzel megtalált egy másik kommunikációs formát, amit egyelőre kontroll nélkül művelhet? Tehát nem úgy, mint a parlamenti felszólalások időszakát? Hát ahogy szűkülnek a hagyományos média csatornák, úgy nyílnak ki új lehetőségek. Szerencsére ebben legalább beállt egy egyensúly, és a technológia most mellettünk van. Hogyha megnézzük, hogy hogyan kezelik az ehhez hasonló diktatúra felé tendáló rezsimek ezt a helyzetet. Oroszországban például nincs Facebook, hanem V-kontakta van, ahol az orosz államhatalom által kontrollált módon tudnak csak terjedni az információk. Szerencsére Magyarország még ezen a téren nem tart itt, és amíg vannak ilyen szabadságaink, addig ezekkel élni fogunk. Önnek nem furcsa ez a hirtelen összeborulás az ellenzéki pártok között? Tehát néhány héttel ezelőtt el nem tudtam volna képzelni, hogy Vadai Ágnes egy színpadon jobbikos képviselő kezét emeli a magasba, hogy önök váltválnak, vetve harcolnak biztonságiak ellen, jobbikosok, párbeszédesek, DK-sok, most nem is sorolom tovább. Ma reggel volt egy nemzetközi sajtótájékoztató, ahol konkrétan ezekkel a szavakkal mondták el az egymás mellett ülő DK-s és jobbikos képviselők, frakcióvezető és frakcióvezető helyettesi szinten ugyanezeket a gondolatokat. Én a magam részre azért nem vagyok annyira meglepve, mert új vagyok a parlamentben, és amióta bejutottam, azóta érzek egyfajta bajtársias viszonyt az ellenzéki frakciók tagjai között. És ez a nyitás már korábban megindult. Egyrészt a Jobbik lassan most már 5 éve elkezdett fordulata tette lehetővé, másrészt az a történelmi helyzet, amit hát ha nem is 2014-re, még csak nem is 18-ra, de most arra azt hiszem átláttak a kedves kollégák is, hogy ugyanabban a cipőben járunk, sorstársak vagyunk, egymásra vagyunk utalva, és hogyha nem tudjuk a sózászló alatt vonuló ellenzéket egy táborba tömöríteni mégiscsak, ha nem tudjuk összeabroncsozni ezeket a gyakran széttartó erőket, akkor végünk van. Így viszont úgy látszik, hogy zavarba tudjuk hozni, védekezésre tudjuk kényszeríteni a kormányhatalmat. A Fidesznek, hogyha így folytatjuk tovább, akkor
meg fog törni az ereje. Az első mai elemzések rögtön arról beszéltek, hogy minden azon múlik, hogy mi a következő lépés, hogy van-e következő lépésük, vagy ez eddig tartott, nem csak együtt, hanem úgy egyáltalán magának az ellenzéknek és az őket támogató tömegnek. A legkevésbé sem eddig tartott. Nagyon sok helyen szerveződnek vidéken most megmozdulások. Szerintem ez iszonyú fontos, hogy ne egy ilyen vízfejű történet legyen. Én holnap Vácott, pénteken Tatabányán, szombaton pedig teljóságoség. Jó, most azzal a poénnal ezt nem tudom zárni, majd így is megtudjuk a Facebookról, hogy hol van. Így van. A lényeg az, hogy közben zajlanak a legfelsőbb szintű egyeztetések pártok és szakszervezetek között. Ma is volt egy elég sikeres és termékeny forduló, ami a bizalomépítés jegyében nem sajtó nyilvános, hanem az eredményekkel fogunk csak kiállni. Holnap az összes szakszervezet gyűlik össze egy egyeztetésre, és közben szerveződnek a nagyobb események is. Péntekre, szilveszterre, január elejére. Tehát azt hiszem, hogy a nagy mérföldkövek azok ki vannak tűzve, előre látunk néhány hétre, és gondolkodunk a 2019 végéig szóló stratégián is, és végre azt látom, hogy nagyjából egy lapon vannak az ellenzéki pártok. Erről ma este még beszélgetünk, ja, majd Harangozó Tamás bajtársa, ahogy az előbb fogalmazott az MSZP politikusa. Önnek köszönöm szépen, Tordai Bence volt a vendégünk, a Párbeszéd országgyűlési képviselője. Köszönöm a meghívást.